December 5-én az idei évben immár harmadik alkalommal ismét átadásra kerülnek az önkéntes díjak, de az eddigi három kategória mellett egy negyedik adományozásáról is döntöttek a kiírók. A Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület még, amikor önkéntes centrumként kezdtük a működésünket, felvetettük, hogy itt a megyében is jó lenne az önkénteseinket helyben kiemelni, jutalmazni, egy kis lehetőséget adni nekik, hogy elmondhassák, illetve elmondhassák, mit csinálnak, és tudhasson róluk a tágabb közösség is. Ezért megalapítottuk az év önkéntese, az év önkéntes szervezete és az év önkéntes programja díjat, amit már eddig kettőször adtunk át. Az idejében van egy új díj, egy negyedik kategória, az év jótevője, aminek az átadására az év önkéntese díj keretében és azzal egy időben kerül majd sor december 5-én. A jelöléseket november 20-áig várjuk, akár postai úton, akár e-mailben. Mi megcéloztuk és elküldtük már a felhívásunkat a szervezetek, illetve az intézmények felé, de a honlapunkon, a www.bázis.hu honlapon is megtalálható a felhívás és a kitöltendő jelölőlapok is, és maga a díjátadó az pedig december 5-én az önkéntesek napján lesz. A jótevői díj az nem kimondottan támogatást jelöl, sőt, leginkább azt szeretnénk, hogy nem pénzbeli támogatás vagy eszközbeli támogatás jótevő díjazzunk, hanem aki valamilyen érdekes módon, vagy valami innovatív módon nyújtott támogatást egy-egy programhoz, egy-egy szervezethez, egy-egy emberhez. Tehát igazándiból nem a hagyományos mecénás díjat szeretnénk mi kiadni, azt annak megvan a másik már bejáratott módja, hanem tényleg egy olyan díjat, ahol lehet, hogy a Marika néni fogja azt mondani, hogy ő szeretné jótevőnek egy Tóth Pista bácsit jelölni, mert hogy ő milyen érdekes módon fölásta neki a kertjét, és mindig odafigyel rá, hogyha eltört a lábát, hozott neki a boltból, bevásárolt. Tehát ilyen teljesen nem megszokott jótevői díjat szeretnénk mi átadni. A jelölések határideje tehát november 20-a, addig bárki javaslatot tehet a díjazottak személyére.